mi ebben nektek az üzlet? Nekem az ügyvédi díj. Hogy 800 ezer? Nem mindig vagyok ilyen olcsó. Megveszi, felújítja egy kicsit, aztán tovább lehet adni. Ebből van a bőrkabátom. Mi? Nem jó? Calvin Klein. Darabot nehéz írni. Gábor azt mondta, hogy írjak mai tárgyú darabot. Ez volt 3 éve januárban. Júliusra meglett a darab, és annyira rossz lett, hogy nem mutattam meg neki. Azóta se olvasta. Bármit csinálok, egyre jobban érdekel egy bizonyos alkat, talán úgy hívhatom őket, hogy akik nem tudják megvédeni magukat. Kéne nekem egy ingatlanos, éppen cserélni akarok. Örülj, hogy fedél van a fejed fölött, nagyon könnyű elveszíteni. 2 évvel ezelőtt egy barátunk temetésén voltam, ahol egy másik barát elmesélte egy rettenetes történetet, amiben ő volt benne. Éppen ő úgy nézett ki, hogy elúszik minden pénze. És hittem, megütöttem, hogy ez minthogyha olyan lenne, ami alkalmas darabnak. Hát ebből lett ez a széljegy. Mi barátnők voltunk. Nem is értem, miért lett vége. Pénz csak a szegényekből lehet kifacsarni. A gazdagok attól gazdagok, hogy nem hagyják magukat megkopasztani. Gondolom, hogy az a morális romlás, ami kétségtelenül van, azt nem tudtuk volna elképzelni 20 évvel ezelőtt, hogy ez lesz. A foglalóhoz legyen készpénz. Foglaló. 4 milla. Honnan szedjek én össze 4 milliót 2 nap alatt? Én nem vagyok jó módú. Hát az a helyzet, hogy 5 millió jobb lenne. Bármiféle ügyletbe keveredik az ember, akkor ott azonnal azt jelenti, hogy valami veszélyhelyzetben van. A vevő hibájából nem jön létre az ügylet, a foglaló teljes összege az eladónál maradt. Nekünk te vagy a garancia, és az nekünk bőven elég. Jó, ezért érzem én ezt nagyon aktuálisnak, ezt a darabot. Mókus mező. Az hol van? Micsoda álom szép helyen. Remélem nem számoltuk el. Na, én viszem is. A pénzed nem marad? Nem, kezdi csókolom, nem. De nekem fizetnem kell mindenfélét. Nyugi! Megnézhetem még egyszer a tulajdonlapot? Nehéz ekkor a bizalmatlansággal megküzdeni. 4 milliót akarom vissza. Magának semmit nem találunk le, kezdi csókolom. Mások előtt fogjuk letagadni.